Szakításuk után fordult korábbi barátnője ellen a decsi férfi. Évek óta együtt voltak, akkoriban a lány még kiskorúnak számított. Egyszer csak egy korábban felvett házi szexvideóval kezdte zsarolni, majd az otthonában is rendszeresen felkereste és zaklatni próbálta. Az intim felvételt közben meg is osztotta egy applikáció segítségével az egyik ismerősével. De olyan eset is akadt, hogy egyszerűen kirabolta a fiatal áldozatot, a telefonját vette el tőle. A most a vádlottak padjára került férfi nem csak a fiatalkorú szerelmét tartotta rettegésben, hanem a saját édesanyját is. A hajlottkorú asszonyt ütötte-vágta, eközben pedig rendszeresen járt különböző üzletekben lopni is. A szexádi bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat több bűncselekményben is. A legsúlyosabb bűncselekmények ezek közül a gyermekpornográfia büntette, kapcsolati erőszak büntette, kényszerítés büntette, zaklatás büntette, illetve több rendbeli lopás büntette, illetve vétsége. Ezért a bíróság halmazati büntetést szabott ki, 3 év börtönbüntetésre ítélte a vádlottat. A bíró súlyosító tényezőként értékelte, hogy a vádlott korábban már többször volt büntetve, például kábítószer birtoklásért és lopások miatt is. Azonban hosszú idejű börtönbüntetést ez idáig nem kapott, de ezek a büntetések, amelyeket korábban kapott, nem nyújtottak kellő visszatartó erőt, hogy a továbbiakban tartózkodjon bűncselekmények elkövetésétől, illetve az, hogy hosszú időn keresztül folytatta a cselekményeit, és nem mutatott megbánó magatartást. Az ítélet azóta már jogerőre emelkedett.